Talajvédelem, vízmegőrzés. Kulcsszavak ezek ma egy gazdaságban, ahol a természeti erőforrások tiszteletben tartásával próbálnak gazdálkodni. A mezőgazdasági gépgyártók pedig egymással versengve igyekeznek ehhez illeszkedő megoldásokat kínálni. Az Axiál Kft. A mezőfalvai kiállítást is kihasználta, hogy ezeket közvetítse a gazdálkodók felé. Hódmezővásárhely után most itt is láthatta a közönség például a holland Fairfart cég hígtrágya kijuttatóját. Egyre több gazdálkodó érdeklődik iránta, főleg ahol állattartás van, és az Axiál Kft. Úgy gondolja, hogy ennek a cégnek ma Magyarországon nagyon nagy jövője van, és amikor arról beszélünk, hogy hogyan tudunk minél inkább kvázi organikusan gazdálkodni, és hogyan tudjuk megoldani szerves trágyával a gazdálkodásunkat, akkor jöhetnek szóba ezek a gépek. Hogyan tud egy 445 lóerős nehéz traktor kíméletes lenni a talajjal? A Klász gumiheveres járószerkezettel ellátott traktorja ennek a követelménynek igyekszik megfelelni. Nagy érdekesség ennek a gépnek, hogy egy nagy felfekvő felülete van, kisebb talajnyomást biztosít, és kisebb slipet biztosít, mint egy normális kerék, hogy elől viszont rendes, mint egy kerekes traktornak kormányzott első kereke van, és ezáltal közúton egy kiváló haladás biztosít 40 km/h, szóval a hevederes traktornak és a gumikerekes traktornak egy kiváló ötvezete ez a traktor, és ezzel a motorteljesítménnyel és ezzel a felfekvő felülettel a talajmunkák elengedhetetlen kelléke lett. A talaj védelme jegyében ma már egyre több híve van a gazdálkodók körében a szakemberek által is szorgalmazott forgatás nélküli technológiának. Az Axiál az ehhez szükséges gépek teljes palettáját kínálja az ügyfeleknek. Az új támogatási rendszer, ami ugye most lép életbe, és ugye most kellett a gazdáknak választani, hogy mit vállalnak föl majd ezekből az előírásokból. Ennek egyik eleme az, hogy forgatás nélküli talajművelést is lehet bevállalni 2 pontért. Mennyire látszik már a termelőknél az, hogy esetleg jobban érdeklődnek az ilyen jellegű munkagépek után? Azt látjuk az Axiál Kft.-nél, hogy ahogy a digitalizációs irányvonalban elkezdtek a gazdák fejlődni az elmúlt években, és egyre jobban alkalmazzák a precíziós technológiákat, ami mi is nagyon nagy hangsúlyt fordítunk ezekre, ugyanúgy a talajművelésnél is kvázi az új irányt elkezdték nagyon sokan követni, és egyre többen vállalják be, nem csak a pluszpont miatt, hogy a pályázatban erre szükség van, hanem azért is, mert látják ennek a forgatás nélküli talajművelésnek az előnyeit, és tényleg mi is nagyon sok energiát fektetünk abba, hogy ezeket az eszközöket bemutassuk, illetve a gyáraknak további fejlesztési tanácsokat adjunk azok alapján, melyek a gazdálkodóktól visszaérkeznek hozzánk, úgyhogy nem csak a 2 pont miatt vállalják be, hanem tényleg a gazdálkodók látják a jövőt ennek a technológiának. A cég nagy áthúzódó megrendelés állománnyal kezdte az évet, amelynek az utolsó darabjait június elején szállították ki. Ezzel jól indították 2023-at, de a második fél évre változni látszanak a kilátások. Mindenki terményhelyzetről beszél. Az látszik egyértelműen, hogy nem akarnak megválni a gazdák a terménytől. Ebből eredően a finanszírozáson keresztül vásárolt gépeknek az önereje hiányzik. Ezt az önerőt ezt most használt gépekkel próbálják pótolni, ami azt eredményezte, hogy a tavalyi évhez képest, hogy szinte ellentétes tendencia alakult ki, addig, amíg az elmúlt évben nem akarták visszahozni a gépeket biztonsági okokból a partnereink, most tulajdonképpen ebből gondolják, hogy tudnak önerőt képezni, és tulajdonképpen a használt gép piac az egy kicsit telítődött. Nem mondom, hogy nem lehet eladni, de ugyanazon gépért, amit tavaly 100 egységet adtunk, ugyanaz műszaki tartalom mellett, idén lehet, hogy csak 80-at fogunk tudni adni, mert annyira megváltozott a helyzet. Addig még az elmúlt évben Németországból kombájnokat, erőgépeket hoztunk be, addig most tulajdonképpen tudunk bőven választékot felmutatni. Mennyire álltak helyre a termeléssel a gyárak, a beszállítóitok? Egyre inkább, azt látjuk. Nem mondom, hogy minden pontosan érkezik, de ez a korábbi megrendelések igaz. Már az új megrendelések esetében azt véljük, azt látjuk, főleg ahol most már van példa erre, hogy megérkeznek határidőre a gépek. Tehát kezdik utolérni magukat, sőt, most már néha esetleg nem csak megrendelt gépeket lehet rakni, raktárkészletről is lehet választani. Tehát azért most egy picit normalizálódik a helyzet már.